Ennyi orkot megölni, az a baj, már, már sok lesz egy részre. Inkább azt majd a következő részben megejtem a, az itteni orkoknak a kiirtását, mert az egy külön misét megér. Itt már nem csak sima orkok lesznek meg, uh, uh, mi az, sámának, hanem rendes elit orkok is, amik kb. két hitelnek, mert nagyon erősek. Azok nagyon kivannak gyúrva, meg van még páncéjuk is, és semmit nem sebzünk rájuk, ja. Ó, de jó is lesz a következő stream. Jaha, <laughs> fúj. <laughs> Ja, gyere ide lurker! Lak. <laughs> ez valahogy gyors volt. Ó, már hajnalodik. Annyi ideig öltük az orkokat meg a különböző szörnyeket, hogy már hajnalodott. Most bezzeg elsőre megölök mindent. Bezzeg, amikor kéne. Éh. És akkor itt van még, még több szörny. Amiket szintén megölök. Mert hát ez a dolgom. Nem igaz, hogy nem kitelem le azt a vér legyen. Áo. Na, minden meghalt. Minden megöltem, mindent is. És itt van egy jó fajta loot, és ott még a végén van kettő darab lurker. Azt awesome. hiszem. Mond mondtam egy számot, nem baj benne biztos, hogy annyi. És pontosan annyi. <laughs> hmm. Még a túloldalon van egy ilyen dögevő tábor, vagy nem tudom, minek mondjam. Még azt kéne valahogy megoldani. Mert azok nagyon sokan vannak, és eléggé nehézkes megölni mindet. Probléma nélkül legalábbis. Ja, itt most átúszok a túloldalra. Remélhetőleg csak a vérlét fog beegrózni. Igen, ő már mérges. Azért ennyi szörnyen nem akarok egyszerre szenvedni. Áo. Na, hol a krit? Meg lett a krit. Azt meg el sem értem, őt meg úgy öltem meg. Hmm. Itt... Ha... Itt van egy pár darab dögevő, éppen a szóval csendben, csak kéne egy olyat csinálni, hogy így bemegyünk közéjük, és egy, kettő, és valahogy most nem kéne meghalni, mert ezek, hogyha nekünk esnek, az egy eléggé fájdalmas művelet. Megpróbálhattam volna egyenként elcsalni őket, de az nem buli. Itt sokkal viccesebb, így hamarabb túlesünk rajta. There, there, there. Elvileg there. ennyi? Ja, ennyi. Oh, ott jön is egy. Vagy ah, nem? Csak felkelt. Na gyertek! No. Nem ütünk. Itt meg mindent is kritelek. Még a jó eget is lekritelem. Ugh. És itt van egy dögevő v Ezek őriznek egy spellt, de... Ez ilyen tipikus semmilyen spell. Amit soha nem fogok használni, csak azért lesz nálam, hogy nálam legyen. Egyszer majd talán jól fog jönni, de valószínűleg nem. Na, itt még van egy lurker. Viszont vigyázni kell az orkokkal, hogy ne nagyon egrozzanak be. Valahogy okosan kéne csinálni. Gyere már, ne hortyogi! Nyi! Ennyi volt. Kész. <hállt> itt még van még egy vérlégy. Első körben vele kéne kezdeni, még a farkast el akarom csalni, mert azt el fogom felejteni, hogy itt egy farkas, hogyha elkezdem csak az orkokat ölni. Csak üsd meg! Gyerünk! Hiszek benned Robi! <sippt> 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 Nyá! Farkas, gyere! Lehetőleg orkok nélkül. De szerintem, hogy aggro range vannak azok az orkok, mert ennél a résznél viszonylag messziről tudnak... Uh, támadni. Mármint is kezdeményezni előre, a fegyverüket. Nyá! ezen a részen megvan az összes szörny. Ha minden igaz. És itt fölfele fogunk találni egy pár darab orkot még, meg farkasokat, meg egy pár jó dolgot. Na gyere ide! Ó, oh, ő nem is próbált meg vicsorogni. No, no, ő egyből nekünk esett. Itt hátul emlékeim szerint van egy ilyen trió ork valami. Aztán lehet, hogy az csak a, a, negyedik fejezet után spanol be. Ki jön még? Honnan? Valakit hallok egről. Ja, ott a farkasok mellett van egy vérlégy, és az látott. Ah, de jó, Nya. Vérlégy, nem jössz? Farkas, gyere te. Téged választalak. Én ah, ilyen gyorsan nem tudtam átraugrani. É, És itt még van még egy pár farkas ennél a résznél. Ezeket azért megölöm, mert biztos, hogy el fogom őket felejteni. I Jó. Per pillanat a farkasoktól abszolút nem félek, a vargoktól sokkal inkább. Azok eléggé embert próbáló ellenfelek. Hol lehetnek azok az orkok? Vagy akkor azok még nem spanoltak be. Azok majd később jönnek. Hmm. Hello, szia vérlé. Hát te meg miért költöztél a fejemre? <gül> imádom! Imádom! <gül> Úgy se tud minket megütni onnan. Ah, van ez így, van ez így. Ott csak farkasok vannak, ugye? Na! Na! Meg lesz még ma! Ah, na gyertek farkasok! Ezeket is kiírtom. Ó, oh, még van még egy vérlégy, de jó. Uh, vérlégy nem. Farkas inkább. Első körben farkasokat szeretem fókuszolni. Uh, na. Igen, ez a rész megvan. Itt uh, nincs eldugva valami jó fajta. Healing root. Ú, uh, az plusz életerő. Ó, oh, az jó fajta út. És itt hátul. MÉG EGY farkas. Oké, okay. Oooooookééé Gyere! Ezek megvannak! Elvileg minden szörny, ami itt ennél a kis fensíknál volt megvan Még akad elvileg egy pár darab snapper, meg akármi, meg orkok itt hátul De, az most nem élvez prioritást Most menjünk be a tem templomba? A régi tábor romjaiba Ha oh, el kell szaladnunk egy pár darab ork mellett Meg is ölhetnénk őket de lesz ennél egyszerűbb módja is. Áó! Áó! Mit ütött ez? Nem ütsz? Nem ütsz? Rossz ork. Az is egy módszer, hogy megeszünk egy snapper védet, és akkor mindenki örül. Itt megállnak. Ez itt a, a, max range. Ennél tovább nem jönnek. Ugyanis az már... Hogy is mondjam, támadás lenne a vár ellen, szóval valamiért nem hajlandóak megütni, hogyha itt állunk ennél a résznél. De persze, hogy nem kritelek. Jó, hogy nem álltam le velük harcolni ilyen állaki szerencsével. Legyen már elég, de rohadt hangosak vagytok. <laughs> <laughs> ah, ja, és igen, még, még itt lent is van eldugva egy pénzes zsák, amit nem kéne tudnom, mert ez ilyen tipikus rejtett lút, amit akkor kéne rájönnöm, hogy itt van, hogyha már megkaptam questbe, hogy ide jöjjek, érted? De, de erről nem beszélünk senkinek. Nyá! <laughs> ja. Megérkeztünk a várhoz. Végre valahára. Átküzdöttük magunkat, a hágón hős módjára. Egy egész éjszakánkba tehet megölni az összes orkot, de meglett. Oh, köszi a follow Game Room Patrick. Meg közben jött egy komment és irritáló, hogy ilyenkor itt jelzik ki, te rohadt rossz. Nyah. Ide fölmászunk és ebből meg is szólít minket egyből a barátunk. Udár. Vagy nem? Nekünk kell you megszólítani őt?

You'll find him in the large building guarded by two knights. Okay. hol itt cuccokat? Aha, Tendor felel a fegyverekért. Mi lesz jobb fegyverre mint ami nálunk van? Dozi megkérdezem a mellendősségből. te mostáló volt, elég bang. <laughs> mi köszi a fáldobat. <laughs> ha már egyszer. <laughs> Who can teach me something here? Ask He trains the boys in sword fighting. Maybe he'll teach you something too. Uh, Oké, okay. ő árul spelleket, meg különböző dolgokat, viszont, ami fontos, Sengrat a harmadik fejezet során meg fog halni. Spoilers. És hogyha meghal, meg tudjuk találni a hulláját, és minden cuccot, amit eladunk neki, azt el tudjuk venni a hullájától. Szóval mindent neki adunk el. Ami felesleges dolgunk van, azt mindent neki kell eladni. Ugyanis így járunk a legjobban, így kétszer tudjuk eladni a cuccokat. Uh, Sortból, uh, bolt az nem kell. És akkor mit adjunk még el neki? Vannak gyűrűink. Igazából ezek is meg. A plusz 10 manás gyűrűt de úgyse fog kelleni, kit érdekel. Pa, 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 mindent eladunk. Farmer clothing, leather armor, minden mehet. Van egy heal light wounds, viszont ezt tudjuk használni zsoldosként? Nem, 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 ez, ez kettes szintű izé kell. Meg kell tanulnunk nagyon durván használni Jói. mágiát ahhoz, hogy ez menjen. Szóval ezt csak és kizárólag mágussal tudjuk megtanulni. A Hill Light wounds sajnálatos módon. A, a Szent Fényt, ezt a cuszit, ami a négyesünkön van, ezt azért tudjuk használni, mert ez lovagokra van szabva, és nekik nem szükséges edzetnek lenni a mágiában ahhoz, hogy ilyet tudjanak csinálni. Oblivion eladja minden cuccomat? Igazából semmi ahogy is mondjam, semmit nem fogunk ezzel veszíteni, mert Oblivion-re, egy, egy darab oblivion talán szükségünk lesz. Vagy nem is Oblivion-re, sleep -re. Oblivion nem fog kelleni, emlékeim szerint. De ha kell, akkor is igazából majd a harmadik fejezetben maximum veszek még. Tűzvihar nem fogok használni, ilyet nem, ilyet nem, ilyet sem. Light ott nem, mert van már rendes rúnám, light wounds, ez sem. A Sleep az kelleni fog. Az az egy, ami, ami nagyon bejövős is kell. A skineket lehet, hogy eladom neki, mivel úgyis igazából vissza fogjuk kapni őket. Vark skin, puty, puty. Ja, mindent is eladok neki. Úgy érzem most. Close, pop, pop, pop. A legfontosabb dolog ilyenkor mindentől megszabadulni. És van nálunk fű. Adjuk el nekik fűvet, hát akkor boldogabbak lesznek itt a lovagok. És még itt vannak ezős cuccok, ezek érnek még valamit meg. Jézusom, 14 darab bőrerszényünk van. Jézus úristen, nagyon gazdagok vagyunk. Nya, ja, ki van még itt? Keroloth. You train people? Yeah, once those orcs are even worse, the dragons attack again. Every single hand will be needed. uh, Can you train me too? Sure. Lehet, hogy kétszer kattintottál rá, amúgy Nero. But besides your talent, you need a good weapon if you want to survive here. Ask the knight Tandor. Amúgy teljesen nagy halott vagyok, azért jönnek a szó viccek. Ilyenkor maguktól jönnek mindig. Egykezes fegyverkezés kéne még tanulni, ha már egyszer szintet léptünk. Ő tovább nem is tud minket tanítani, csak 60%-ig tud minket képezni keroloth. És per nem is tudunk tovább menni, úgyhogy igazából ideális, mondhatni ez így tök jó. Úgyhogy most már mester szinten tudunk egykezes kardot használni, most már hát tudunk így ütni, meg a kombon kicsit változott. Most már a, a negyedik ütésünk, mindjárt mutatom, csak most nem csináltam végig, nem vágtam eleget. Ez az ütésünk, ez kettőször sebez, ez tök jó. Tentor, gyere ide! We have ezt nem akarom végighallgatni. Mi történt a a te csapatodda? Nem érdekel. Amúgy meghaltak a francba, kb. Dióhéban. <laughs> Ő érte túl egyedül. Eee, kik vannak még itt? Kovács műhelynél senki egyelőre. És, 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 itt bent, Szerintem aludni kéne egyet első körben, mert az életerünk az eléggé be van nullázva. Szóval. Ki az ágyból? Hajnal van. Úgyhogy én most alszok egyet, úgy nagyjából délig, de alszok egyet délig, jó lesz az úgy. És most már elvileg mindenki a helyén van, még a kovács műhelyvel lévő emberek is, illetve ez a barátunk is itt, Engor. Ah, so Great! I'm Angor. I manage this expedition. Just don't get the idea that I give anything away for free. But if there's gold in your pockets, I'm always willing to cut a little deal. Ah, the Ah, I'm Ah, okay. Akkor ez ennyi volt ez a beszélgetés, nála lesz majd egy questünk, emlékeim szerint. Rögtön miután beszélünk az egyik NPC-vel itt lent, egészen pontosan a börtönőrrel, hogyha vele beszélünk, akkor megnyílik egy questengornál, hogy gyűjtsül neki húsit. Ha, ha nem tudhattam, hogy te nem innen vagy, mikor még sosem láttalak. <laughs> <laughs> Igazi penge agya van ennek az NPC-nek. ja. <laughs> Itt van egy barátunk, Nép szerint Garond, és ő az itteni vezető. Where do you come from? You aren't one of the scrapers and you aren't one of my people. <laughs> well, I've come across the pass. Over the pass. You actually got through. Bye. Majdnem elhittem, hogy belejött a magát a szerepbe, amúgy a szinkron színész. <laughs> What are you doing here? Asmund, yeah, Lord He's Hagen Lord Hagen, he wants me to bring him proof of the presence of the dragons. And you've just come here to get it and, and disappear again? Well, that's what I had in mind. So he wants proof? He can have it. But tehát az ércekről kell információt vinnünk Lord Hagennek. És mivel semmit nem tudnak az bányáikról, ezért nekünk kell kifutófiút játszani és összeszedni minden információt. Tök jó. Összesen három tábor van. Egyik veszélyesebb, mint a másik. Ez a legjobb az egészben. Oh well, I guess I have no choice. Azt mondja, de miért én? Azért mert mi, mi éltük túl egyedül az orkokat, meg ki is írtottuk őket actually, szóval, ja, nem is probléma. És akkor mennyit fogsz nekem fizetni a munkáért? Mert zsoldosok vagyunk. I guess I have no choice. 500 aranyat kapunk ezért a questért. Azért ez egész jól hangzik, nem?

Fajeth and Silvestro are the paladins who each lead a group. Marcos's group set out in the direction of an old mine, led by an old digger named Grimes. The other two groups set out together. Jürgen, one of our scouts, has reported that they set up camp near a large tower. Yo, I nem camp is surrounded by orcs. They've really dug themselves But even Ah, okay, okay, okay. i want van egy you What's your task? Amit i strategic officer of the king. And I currently answer to the honorable Commander Gorond. We are the last of the Paladins here in the castle. All the others have left or fallen. It is now our responsibility to do we shall do. By Inos, that we shall do. felkutatni a bányákat. Jó lesz. This isn't going to be child's play. Beware. First of all.

Amúgy szerintem úgy is buli, én szeretek úgy streamet nézni, hogy csak így a háttérbe lerakom, hogy valaki pofázzon. Szerintem tök jó. Oh, igen, tudjuk, hogy mi a szituáció, már hallottuk egy párszor. Lehet, hogy majd kifosztom amúgy az egész kastélyt itt, mert... Jó sok láda van itt, ami kifosztható. Ha, 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 ha. Viszont ez még egy picit arrébb van. Majd, amikor szerintem a negyedik fejezetben csinálunk dolgokat majd talán, akkor... Gerald! Gerald? Mindegy, gyere ide! Egyébként szerintem valamikor be kéne iktatni még egy gothic streamet, mert hamar le akarom tudni már ezt a játékot, és sokkal többet szeretném játszani, csak az a baj, hogy nehéz a, a napi rendembe beiktatni még több that. Azt mondja... Miért nem engedsz be? Hadd legyek kivétel! És aranyat adok? Nem. Hmm... Don't you ever sleep? is. Éh. Azt mondja, itt bent van egy emberünk, Brutus név szerint, vagy kint van? Nem, nem kint van. Azért, itt még bent van a negyedik fejezetben... Nem tudok beszélni. Brutus a negyedik fejezetben innen kimászik, mert tele lesz minden húsbogarakkal. Ú, uh, 48 órás streamet, nem, még a 12 órásra is szerintem meghalnék. Már úgy félúton. I'm like a damn father to those bastards, but my real art is to get them to talk, and believe me, I have ways to make anyone talk. Sounds awfully nice. But those flea-infested blockheads we have currently locked up don't have much to say anyway. aha, aha, 48 szeres dengáron pa stream. Na. Szerintem már a végére nem is úgy fogok nevetni, hogy rendesen, hanem csak pup 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 pup. Annyi lesz, mert a monokuma. Tudnál engem zeni? Sure, I can help you become stronger. But I don't give anything away for free.

hogy is mondjam, kiképezni erő tekintetében. Nem tudom, hogy tőle mennyi erőt lehet tanulni, de őszintén szóval nem is érdekel. Annyira, hogy is mondjam, nem, nem vagy nem szenvedünk erőhiányban, így is már majdnem... Hát konkrétan 60, erő, mert 60 erőnk van gyűrű nélkül, és a 100 az mindenképpen meg lesz, pluszok nélkül. De várjunk csak, mit akarok? Ja, Gáronddal kéne beszélnünk, hogy gond ki kéne engedni. És... Uh, hmm... Az a kérdés, hogyha nincs elég aranyunk, akkor kapunk egy questet Gorn-tól, egy extra questet, semmi... Hú, de nagy dolog. Csak akkor tudjuk, hogy hol van az a bőrerszé, amit az előbb összeszedtem. Hát, Sidorú, most tartok a második fejezetnek kb. az elején, és hat fejezet van. <gülme> 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 Úgyhogy még ez még egy darabig eltart. Mondjuk amúgy összességében minél tovább húzódik a játék, annál rövidebbek lesznek a fejezetek. Hála a jó égnek. Az első fejezet az azért volt annyira hosszú, mert nagyon sokat farmoltam tapasztalati pontot. Nem úgy, hogyha neki állnék, szerintem 20 óra alatt ki tudnám vinni a játékot. Ja, és még egyszer de megkérdeztem tőle ugyanazt. Van csak kifelel a... a... Gornak a cuccaiért. Nem te? Te? Vagy nem? Ne? Ja, már a sárkányokat tudunk kérdezősködni ezzel kapcsolatban, oké okay, jó. Az majd a negyedik fejezetbe fogunk... Más negyedik fejezetre fog maradni az, hogy sárkányokat öljünk. Már én csak, gond, akkor tudjuk meg, hogy rendesen börtönben van, amikor Miltennel beszélünk. Hülye vagyok, kihagytam egy NPC-t. Ah, kiment a fejembe, hogy itt van Milten is. Pedig az ő fejét olyan rég láttam.

My experience and knowledge of the place proved to be quite useful. So they decided then and there to entrust me with a holy mission of providing magical support. Ó, azt kudarás, hogy magikus támogatást nyújtson a lovagoknak. Ja. Hogy nem lékeznék rájuk? Of course I remember the boys. Well, Gorn and Diego didn't get far. They were picked hát up here in the valley. Lester is vanished, though. Lester élt, de vele már találkoztunk az első feszet elején. I've met Lester. He's with Zardos now. Ja. One bit of good news at least. Well, I have nothing pleasant to report. mondja mit tudsz nekem jelenteni? Konkrétan semmit. Nincsen, nincsen érc, Minden tragédia. ezt a elnyomom, és el semmi különleges dolog nincsen ebben. How much if they were all long dead. Amúgy csak bizonyos körülmények között szeretek grindolni. Egy ilyen fajta játékban, ahol látom a, a, célvonalat, itt szeretem a grindolást, de például egy Assassin's Creed Odyssey, ott, ott nem. Azt fel is adtam kb. 10 óra gameplay után, amint látom, hogy mennyit kell grindolni ahhoz, hogy ki tudjam vinni. Szóval az már nekem egy picit túl sok. Single player, single player játékban nem szeretek ennyit grindolni. Egy online játék az egy dolog. De a single playereken nem szeretem azt, hogy annyit nehezítenek fejlődés szempontjából, hogy 200 óra legyen kivinni. Diego az egyik bányász csapattal van. Szabadítsuk ki Ornt! 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 Sok volt a Gornt! Keep me in Ah, az mondja, mi a feladatot? Te -te -te -te. jó, oké, semmi extrát nem fog nekünk mondani. Itt van egy csest, amit ki tudunk lootolni, semmi probléma nem lesz belőle, hogyha megszedjük magunkat. Itt még van egy pár darab... Mi? Uh, oké. Uh, jó, nem ugrunk vissza a ládához. ez fura volt. Ó, egy szín. Itt meg van méz. De, az a lényeg első körben, hogy ide fel kell jönnünk. Ugyanis a régi táborba, tehát ebbe a romos várba való teleportálásnak a köve, az itt van elrejtve, e, nem pontosan itt, hanem ezen az asztalon, csak körbe akartam nézni, itt a rúna, és itt még van egy láda is, viszont kevés a lockpick em úgyhogy ezt már mentősen csinálom meg. Bal jobb, bal jobb, ennyi, bal jobb, bal jobb. Oké, okay, akkor akkor most próbáljuk még egyszer, legalább gyorsan betölt. <laughs> Azért milyen lenne már, hogyha Ornt szabadítanánk ki itt szépen a börtönből. <laughs> Na várjunk csak. Mit akarok csinálni? Van fél óránk, szóval mindenképpen el fogok indulni felkutatni a bányákat. Csak jó, láttam, hogy diszpan volt a félépület ott. Na mindegy. Előfordul, előfordul. Ja, meg beszélnünk kéne itt a Kovácssal, meg Engorral is még egyszer. Do Dobár, hello Uh, van fegyvered számomra? Jó, Tendor az, aki ezzel foglalkozik. Uh, uh, igen beszólogat párlatnak, hogy dolgozzon, mert... Jönnek a sárkányok, meg az orkok, de. Uh. Jó, hogy bele kell beszélnünk ahhoz, hogy kaját gyűjthessünk a Engornak! Gondolom, akkor tőle jön a quest, jó? Azt hittem, hogyha a börtönőrrel beszélünk, onnan jön az, de ezek szerint tévedtem. A, ki az az Engor? Már találkoztunk vele, úgyhogy whatever. Uh, hol találom meg? Azt is tudom, hogy hova már beszéltem vele. Uh, itt bent van Engor barátunk. És most már megnyit nála egy questünk, hogy hozzunk neki 24 husit. Kettő tucat husit kell neki hozni, és akkor boldog lesz.

ham or sausages. That would be much appreciated. How about it? Will you help us? Persze, hogy segítek. Ne aggódj. Van nálam három tonna hús. Két tucat kell neki. Azt hiszem a tucat az 12. Nem vagy benne 100 ig biztos. Lehet, hogy 24, már belekeveredek. Ja, 20, oké, okay, akkor 12 egy tucat, jól emlékeztem. Jó. Ezt nem használom minden nap ezt a tudást. <laughs> azt mondja, ja, elvileg, akkor ennyi volt, ez a questünk megvan. Akkor most kéne a Gornos questet is, vagyis is mondjam, körbenézegetni, hogy ki kéne fizetni Gornnak a, a diát, a óvadékát, óvadékát, így hívják ezt, ö, hogy kiengye, kiengedjék a börtönből. Ide leugrunk, Garond, vagy várunk csak, ki az, aki a börtönért felel? Orik, vagy Parsival? Micsoda? Dieg... Ó, itt tudunk még kérdezősködni Diegoval kapcsolatban, ezt nem is tudtam. Ja, mindegy. GAROND! Gyere ide! I want you to let Gorn go. Engedd el Gorn-t! He has committed many crimes and they must be atoned for. Can I pay his penalty? That might be a possibility, but certainly not a cheap one. I want one thousand gold pieces for Gorn. That's a lot of gold. Gorn also has much to answer for. Nagyon hasznos klippek. <laughs> Ezer aranyat tudnánk neki itt helyben fizetni, mert kb. a világ összes aranya nálunk van. Azonban, hogyha nagyon szemfülesek vagyunk, akkor ki tudunk csalni egy kis aranyat Milton-től, és azt hiszem még diego is. Tudom, rohadék vagyok, te az arany, az arany. Nem mondunk rá nemet. Illetve még amúgy Gorn-tól is tudunk szerezni még 250 aranyat. Milten, melyikbe vagy? Baloldali, baloldali. Oké, okay. akkor jelentem Miltennek azt, hogy ki tudnánk szabadítani ezer aranyért. Aha, Milten ad nekünk Instant 250 et Aztán lehet csak a kiegészítőbe ad amúgy Diego aranyat, Gornért, de mindegy. Hogyha okosan fogom, itt mentek egyet, és kidobom az összes aranyamat, akkor megnyílik egy új opció Miltennél, mi szerint uh, nincsen elég aranyam. <laughs> Valahogy kéne segítséget szerezni. I need more gold to buy Getting more gold. Hmm. Diego tudja, hogy hogy kell, de vele később találkozunk majd. Miután ír Gornnak egy levelet, hogy hol rejtett el esetleg aranyat. Is Jó, azt szóval most mentem rá, nem, nem, nem érdekel. Szóval most, hogy megnyílt a quest, most már felvehetjük az aranyunkat, amit ide ledobtam, mind a 12.000 valamennyit. Blokk, meg is van. És akkor most jön az a rész, hogy. hol van message, Milton's not gorn. Ezt el kell vinni a börtönőrnek, hogy adja át Gornnak, viszont ingyen nem teszi emlékeim szerint ha nem csal az emlékezetem, aztán lehet, hogy összekeverem egy másik questel, de ez a tuti. Gerald, gyere ide! Ö, van egy levelem, az egyik rabnak. Hmm, in principle, I don't see why not. Who's this message for then? For Gorn. A very important prisoner. I don't think Garand would agree to that. Meg tudunk egyezni, hogy átadja. Aha. Folyamatosan csökken a fejadagjuk, szóval kell kaja. Hozzunk neki egy... Aha. Jó, oké. Mindent is hozzunk neki. Uh, Ö... elvileg minden nálunk valami kelleni fog. Good. Give me the grub. Yep, volt nálunk minden Holnap vissza kell jönnünk És akkor meg lesz a, a Az üzenet Értesülni fog Gorn arról, hogy mi kéne És akkor továbbít nekünk Ez az emberke, a börtönőr Hogy hol van A kis tasakja Gornnak, Ami már nálam van De ez egy plusz quest Most már Első körben megyek, és uh, elkezdem felderíteni a bányákat, elvileg kaptunk egy. nem kaptunk egy mappot. Oh. Oh. Azt hittem kaptunk egy mappot, ami rajta vannak ezek, de mindegy. Nem a világ vége ez sem. Itt szépen leugrunk, lehetőleg nem törjük ki a nyakunkat. Ott amúgy abban a lyukban volt uh, gornak az erszénye, ami szintén tartalmaz 250 aranyat. Ha esetleg valaki tudni akarja és lemaradt róla. És akkor merre induljak az a nagy kérdés. Szerintem jobbra. Én arra szavazok, hogy jobbra indulok, Szilvesztró bányája feje, fele, mert ugye fejből tudom az összesnek a hollétét és még a nevét is. Jézus úristen, túl sok időt töltöttem el ezzel a játékkal. <gül> <gül> orkokkal per pillanat még nem akarok harcolni, azt majd a végére hagyom. A... És hogy majd ennek a fejezetnek a végére hagyom, mert amint véget ér ez a fejezet, és elkezdődik a negyedik, ott azonnal lesz egy ilyen tök jó fordulat, hogy teleszpanol mindent megint orkokkal. Gyere ide ragadozó, lehetőleg egyedül, please. Orkok nem jönnek, na gyere! Ah, olyan jó érzés így ütni, végre nem a, a klán kiütésünk van, ami olyan nehézkesen megy ki, hanem a gyors ütésünk. Ah, na gyertek! Elvileg, ha csak ők indulnak el, azok ott fönt nem jönnek. Eh, ne gyere! <laughs> ja, a fentiek azok nem megróztak be. Hú. Na várjunk. Ragadozó, gyere ide! Te mennyien vagy? Csak ketten vannak vajon, vagy... Tá. Lehet, hogy jön egyébként a haverja is. Elképzelhető, hogy Agro range volt. Nem? Nem, nem jön. Ó, nagyon király. Itt van egy ilyen eldugott láda ennél a résznél, de semmi hasznos dolog nincsen benne. Ó, csak ketten voltak. Toty, toty, és meg is hót. Szegényke. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez rendelkezik-e lakattal. Az a nagy kérdés. A rendelkezik. Jobb, nem, bal, jobb, nem, bal, bal, jobb, jobb. Jó, baba, jobb, jobb. Meg kell jegyezni. Ez volt az, ez volt az. Ezt most visszatöltöm, nem érdekek ennek a lockpikek. Log de Nehezen megy a beszéd. Bal, bal, jobb, jobb. Mondom, jobb, jobb. Miért nem ment ki a második jobb? Semmi hasznos dolog nincsen benne, de... De olyan jó, hogyha nálam van minden, ami szükséges. A pillanat, iszok egyet. Lehet, hogy közrejátszik a beszédképtelenségemben az, hogy ki van száradva a szám, mint az állat. Hm. Ja. Itt hátul vannak orkok. Ezeket is majd meglátogatom. Egyrészt azért, mert egy NPC van, akivel igazából nem kötelező beszélni. Egy ilyen kis extra questet tudunk tőle kapni, hogyha nagyon akarjuk, de... <síthat> <síthat> Semmi... Hú, de nagyon fontos. Orkokkal itt fönt bulizzak egyet. Itt csak néhány ork van, úgyhogy igazából szerintem ez, ez Jaj, miért New Game-re nyomtam? Ah, miért kezdtem új játékot? Véletlen kétszer nyomtam az Entert. Fuck. Még jó, hogy nem veszik el a mentése. Mennyi innen szárd, nem akarok új játékot kezdeni. Uh, what can we do? Mennyi innen? Sus, sus, sus. Ah. Uh, Itt tartottam? Ja, itt tartottam. Ah, de gyűlölöm ezt. Ah. Ez szívás. Ez előfordul. Ez baba jobb jobb volt, ugye? Jó, baba jobb jobb volt. Oh. Oh. Akkor próbálj meg még egyszer. <laughs> Most lehetőleg. nem előről kezdeni a játékot. <laughs> Ez váratlanul ért, hogy kétszer nyomtam valamiért entert. Hmm. is nem nyomtam előtte egy lefele gombot. Mert szévenni akartam, de hogy elnéztem amúgy. Mert alapjáraton, látjátok, alapjáraton a széven van. És egyből tudok entert nyomni ilyenkor. Csak valamiért szerintem pont a levegőben voltam, és a levegőben vagyunk, akkor nem enged szévelni. Ha lehetséges, hogy ez volt a turpisság. Vagy pedig beegrozott rám valami. Hmm. Na nézzük, hol vannak a zorkok? Jó! Sokan vagytok? Ott van egy sámán. Hello? Ne. Nem, nem, nincs itt senki, ne nézite! Ö, ő megvan. A sámánoktól azoktól egy picit félek. Ez kettő vagy egy? Á! Ez fight. Mindegy, kicsit eszek. Szépen nyugodtam, miközben két sámán néz rám nagyon csúnyán. A zorkok, igen. Jó? Uh, uh, Nincs kedvetek közelebb jönni? Úgy egyel, vagy kettővel? Uh, gyere! Gyere már, he! Csak ragd el! Jó, oké. Okay. Na, ő amúgy Hospek, ő a vezetője az orkoknak, csak úgy mondom. <laughs> úgy fun fact -ként megjegyzem, hogy ő amúgy itt az itteni vezető. Az illetékes. Nem! Tűzgolyózol. Sus, Csak tögölj meg. Szépen, csendben, ahogy azt illik. Ez amúgy egy negyedik fejezetes quest, csak... ja. <laughs> Nagyon erősek vagyunk. Mind, hogy ezt az orkot itt megöljük. Ork no, warrior, hospeg, nála sincsen semmi. Oké. Okay. Itt nincsen valami elrejtve? Ó, oh, itt van egy dragon root! Ú, uh, az plusz egy erő. Az hasznos. Most még itt nincsen itt egy fegyver, de a negyedik fejezetben el kell majd jönnünk ide még egyszer sajnálatos módon. Azért, mert lesz itt egy fegyver elhagyva. Ferosznak? Azt hiszem Ferosznak a fegyvere lesz. Ebbe bent valami esetleg? Talán? Na, semmi értelmes. Jó, akkor menjünk tovább. Itt fönt van egy rejtett lút, de mielőtt oda felugrálok, előtte a farkasokat itt meg kéne ölni. Ugyanis egy hullát marcongolnak, és az a hulla egy quest, hogy meg kéne találnunk. Oh. Uh, oké, okay. ez gyors volt. Gyere ide farkas! Hello? Hello? Áa! Miért nem kritelek ilyenkor? Amikor több ellenfél van, akkor megszűnik a kritem, vagy én nem tudom. <laughs> De csak akkor, hogyha legalább két ellenfélel küzdök amíg, amíg egy v 1 van, addig instant megölöm együttésből az összeset. Öh. Ja, itt van egy rúna, amit nem tudunk használni, de el lehet adni majd uh, Szengrátnak megint. És itt van egy láda, aminek nem tudom a, a, kombinációját, de mindjárt kiderítjük. Ja, bal. Nem. Bal, bal, jobb, jobb. Ez is bal, bal, jobb, jobb. Ez az új divat? Uh, ez volt az. <laughs> Mi folyik itt a chatben? Ha mindenki mindenkivel közösülni akar lassacskán. <laughs> Ezt hívják Twitch csatorgiának? Hmm. <laughs> Erről még nem hallottam. <laughs> ja, itt megvan az emberünk. Ő számítottam úgy, Olav. Ó, nem lutoltam ki. Nála van egy bőrerszény, amiben van 25 darab arany, de igazából semmi extra. Ott fönt vannak gyíkok, de első körben itt van egy kilútolandó chest, amiben van egy nagyon jó i. Aminek hasznát nem veszem, de legalább sokat ér. Szóval, fölmászunk ide, és kilutoljuk meg. Azt hiszem, egy... ez mi volt az ugrás? Hé, hey, csak ugorj fel! Gyerünk, menni fog, oké. Okay, megvan. Miért olyan nehéz ide felugrani? Gyerünk, hiszek benned, Robi menni fog. Valamiért nagyon nem megy ez. De ha közelebb megyek, akkor meg így valahogy arrébb bugrok tőle, vagy én nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha ide fölmászok, és innen így ugrok el. Nem, nem jó. Most meg valamiért elsőre felugrott. Hmm, fura dolgok. A majom nem működnek megfelelően. Amúgy nem erre kell jönni, rossz irányba jövök. A másik irányba kell mászni. Miért bonyolult fölmászni egy hegyen? Hmm. Yeah. Csak menni fog ez lassacskán. Nagyon lassan, hogy elnézem. Eh, fönt van egy pár darab varán, ráadásul tűzvaránok, amik nagyon fájnak. Akkor itt esetleg itt jobban menni fog? Nem, itt sem. csak kapd el, kapd el azt, jó lesz. <laughs> nagyon mennek ezek a klipkészítések. Na, itt bent... Nincsen egy ork? Akkor az a negyedik fejezetben lesz itt van egy gyűrű, és ezt egy bizonyos részén a játéknak egy ork őrzi. Egy mágus ráadásul. És ebben van egy elmbó, ami 35-öt sebez. Valami meg a oké. Szóval 35-öt sebez csak, tehát nem egy világ megváltó íról beszélünk, de legalább ér valamit. És ez tök jó így. Ott fönt vannak a varánok, amikkel nincs kedvem bulizni. Nem igaz, csak ugorj fel, csak fogd meg. Gyerünk, menni fog. Na jó, feladtam, inkább leugrálok. Ha kell, beledöglök, de ezzel nem akarok tovább szenvedni. Oké, okay, nem törtem ki a nyakam még. Jó. Egész jól megy ez. Ó, várjunk csak. Oké, okay, nem csúsztam meg. Jó. Ha ennek megcsúsztam volna végre, akkor garantáltan kitöröm a nyakamat. Na, irány, Szilvesztró. É, itt lesz egy pár farkas, meg varán, meg minden, ezeket szerintem megölögetem. Lassasken, de biztosan. Gyertek ide! Ha, ha, az a dupla krit. Mm, tökéletes volt. És itt még hátul van varán, farkas, meg úgy kb. az összes létező faj. Ó, szintlépés! Eee, megint szintet léptünk. Egy pár szintet fogunk lépni amúgy, mire visszaérünk rendesen a, a helyünkre, Korinizba. Ha. Ha. A 60 os krit. Valahogy ez kicsit szimpatikusabb, mint az 50. Ezt egy picit többször beadja a játék, úgy érzem. És itt ebben a házban van egy szén. Meg egy potion. Ennyi. Ezért jöttem el idáig. A maximalizmus, amikor mindent ki akarsz farmolni. Jaj. Azt hiszem ez megvan nálam. Életerőnk az nem, nincs annyi, mint amennyinek kéne lennie, de ez mellékes probléma. Csak három darab varám van itt, ezt megoldjuk. Gyere! Sziszegd magad ide! Tak. Hmm. Kettővel el tudok bánni egyszerre? Hát ez mi? Már legalább tízszer egymás után instant kriteltem, ennek meg lesz a bőtje. Ennek tuti meg lesz a bőtje, és lesz egy olyan, hogy tízszer nem kritelek majd valami komolyabb ellenfél ellen. Sőt, itt lesz egy kőgólem. Tuti az ellen nem fogok tudni kritelni. Biztosra tudom mondani. <laughs> Na erre fölfele... Vannak szörnyek, az, az, egy dolog, csak... Konkrét questünk, vagy quest itemünk erre fölfele nincsen. Ha, mihez van türelmem? <laughs> várjunk csak, micsoda? Reggie neve négy betű. Négy a nyelv. Mi? 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 mi, várjunk csak. A nyelv szó öt betű. Négy plusz egy egyenlő öt. Matematika, ez kell ahhoz, hogy ezt kiszámítsuk. A matekot csak a mozoisták nem utálják. <laughs> A mazoisták azok, akik utálják magukat. Az utálat szó csak 6 betű, 6, ha ezt elosztjuk 2-vel, megkapjuk a 3-at. Hoppá, menjünk csak vissza a 2-hez. Miért 2? Azért, mert Reggy igazából csak egy etnikai kivetülése az igazi fire jacknek, gintamásnak. Mi ha. Tehát, ha a 6-ot elosztjuk 2-vel, az egyenlő 3, 3 a fal szó, csak három betű, minek van három oldala? Hát persze, hát Illuminati. Jézusom, miért van ennyi ideje valakinek? Jaj. A gyertek farkasok. Most lezsibbadt az agyam egy picit, de megpróbálom lehozni őket. Ó, oh, ez most egy picit fájt. Ez most egy picit fájt. Halló, Patrik! Üdv streamen! Ah, édes jó Istenem! <laughs> Made my day! <laughs> erre nem számítottam erre a kommentre, ezt nem láttam, hogy előre, hogy ez jönni fog. <laughs> Na, megérkeztünk Szilvesztró bányájához. És itt ebben a bányában van egy nagy rakás, óriásan nőtt hangja. Egészen pontosan megfogalmazva tárnarák. Ilyen... Um, mi, 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 mik ezeknek a neve amúgy angolul? Elfelejtettem. Minecrawler. Hát, uh, ja. Bányákban lévő mászkáló valami. Ez a crawl, az konkrétan kúszómászó. Tehát akkor... Hmm, bányai kúszómászó. <laughs> Ez borzalmasan hangzik. Nem akarom fordítani a gotiknak a, a, a ét Nagyon rossz lesz. Uh, na, Szedjük szét ezeket a bogarakat, és akkor minden jó lesz. Hello, tam. Hmm, ez gyors volt. Convict, uh, itt van egy paladino, egy lovag, nála is van legalább érme. Ezek a régi érmék, ezek jól fognak jönni. Ugyanis uh, Onárnak a farmján van egy emberke, akinek ugye el tudjuk adni ezeket az érméket egy aranyért és tíz tapasztalati pontért. Wow! Tuti, a világot meg fogjuk váltani majd azzal a pár száz tapasztalati ponttal, amit így szerzünk. A oh, nem balra kezdi. Jobb, jobb! Jobb. Ezt, ez, ezt ez nem is töltöm újra, ez csak egy jobb-jobb volt. Kit érdekel? És akkor itt bent valami eldugva esetleg? Gombák. A gomba az fontos utánpótlás ebben a játékban. Muszáj begombázni, hogyha orkokkal fájtolunk. Nyá, ja, itt meg volt ez a rész. <laughs> És tényleg beklippelte! <laughs> Tökéletes. Minecrawler. És a vánsát. Ott bent van egy nagy rakás Minecrawler, ezt tudom. Viszont az a baj, hogy per pillanat konkrétan a nullánál egy icike picikét többet látok, de a nullánál az icikét picikét több az nem elég ahhoz, hogy harcolni is tudjunk. Ló! Ló! Oké, okay. ez volt egy Convict. Ah, itt van még egy Convict. Ha, és ez itt? Ó, oh, ő is egy konflikt. Hmm. Őt itt, uh, vagy ő nem marcangolt senkit? Ha. Oké, okay. ott bent van egy csomó Minecrawler. Mármint egy csomó. Nagyon sok eszi ott azt a hullát. Hello! <laughs> Majdnem az összeset instant töltem meg, ez milyen menő volt már. Csak az utolsó tartott egy picikét sokáig. Nothing és itt van Szilvesztrónak a hullája, megvan, és van nála egy Szilvesztrónót, Ma magyarul egy ilyen üzenet, vagy nothing, valami ilyesmi. Más hulla, ennél a résznél nincsen. Oké, okay. kell nekünk életerő. Szerintem nincs, nincs égető szükségünk életerőre. Itt viszonylag kevés minecraft lesz már, itt van igazából a legtöbb. Haló? sziszegd magad ide. Azt hiszem itt egy warrior van amúgy, egy egyel -egy -egy komolyabb. De bejebb nem nagyon merek menni, mert lehet, hogy nem egyedül van. Na, megvan. Van még valaki oda bent? Aha, egy sima minecrawler. Jó. Azért, hogyha a sima minecrawler lefoglal minket, akkor a warrior eléggé nagyokat tud ütni. És képesek vagyunk meghalni ilyen szituációban is. Itt hátul van egy keszkit eldugva, itt összehorták a minecrawlerek a különböző útokat. Itt van egy scroll, és Minecrawler uh, csápok, amik azért jók, mert max manát töltenek vissza egy darabig, amíg immunisán nem várunk a hatásukra, Skeleton's Bone, és még valamelyik sarokban el van dugva egy Black Pearl, megvan. A fekete gyöngy az amúgy egy viszonylag ritka loot, úgyhogy ezt ilyenkor megéri összeszedni, és még itt van egy fákja. Uh, nagyon hasznos. <laughs> az ég a világon semmi hasznát nem fogom venni. Ó, itt még van egy scroll. Viszont Szilvesztrónak a a noteszát olvassuk el. Szilvesztróz not. Azt mondja, ta -ta -ta még, még egy nap eltelt, rossz előérzete van, mint hogyha valami várna minket itt, és Diego-ra rábízta az összes ércet. Ja, igen, Dióhéjban ennyi. Tehát diego van az összes érc, amit ők kibányáztak. Ezt tudtuk meg Szilvesztró hullájából. Szóval meg kell találnunk diego aki egy picit van, Ja, látom, hogy már 55 van. Mondjuk egy-két perccel tovább fog tartani, mert kicsit később kezdődött maga a gothic streames rész is. Úgyhogy egy extra egy-két percet ráhúzok. Amúgy is uh, van egy kis ragadozó írtási szezonunk per pillanat. Mondjuk eljöjjek erre fölfele, megöljem a kőgólemet, megkockáztassam, hogy ki fog engem nyírni a fenébe. <laughs> Így lezárásképpen. <laughs> ha, mert erre még egyszer nem fogok jönni. Úgyhogy lehet, hogy most kéne. Most kéne szerintem, én nagyon úgy érzem. <laughs> Igen, Pok, csepp, extra két perc. <laughs> Na hol a kedvenc kőgólemem? Halló, hol vagy barátom? Ott vár, ott áll. Bajósan vár minket, mint valami Jojo Stand. Gyere ide. Na ez, hogyha így felöklel minket, az fáj. Úgyhogy nem szabad hagyni, hogy felökleljen minket. Na, egy krit meg volt! Mondanám, hogy köszi a follow-ot, nem tudom kicsoda, de pillanat. Éppen azt várom, hogy le letörölje az arcomról a mosolyt egy nagyrakás hegy. Ah, oh, megvan! Oh, oké. Okay. Szóval, ki volt az? Yagami visszafele! I'm a gay! Köszi! Köszi a feliratkozást! Fall-lovot úgy hívják. Uh, amúgy kajak ez a neve visszafele Yagami Lightnak. I'm a gay. <laughs> uh, imádom. Itt fönt. Aha, lurkerek. Eh, hey, you spin me right round, baby. <laughs> Megunta a körbeforgást. Ne gyere ide. Bok. ennyi volt. Hm, uh, itt még lent kéne lennie Sárkányrablóknak. mármint ezeknek a fejlődött ragadozó valamiknek. A Dragon Snapperök. Na azok, hogyha mind nekem esnek, az nem fog tetszeni. Úgyhogy mentek egyet. És meg kéne próbálni őket egyenként elcsalni, ami nem fog működni, ahogy elnézem. Pak, pak, pak. Igen. E nem, nem esünk le, nem esünk le. Mondom, nem esünk le. Hú, ez nagyon közel volt. Majdnem sikerült leszédülnöm. Egy ütést elszenvedtem, azért nem kellett leesnem, de eee, nem érdekel. Jó, ez így? És akkor itt megöltünk minden szörnyet, ennél a résznél. Azt nem tudom, hogy itt fent mi van. Azt hiszem, csak körbe tudunk kerülni a vulkához. Hú. Hát figyeljetek, legutóbb is, amikor azt mondtam, hogy tízig szeretném tar uh, megtartani rendesen a beszélgetős részét a streamnek, lett belőle tizenegy, úgyhogy eléggé képlékeny nálam az, hogy meddig tart a stream. Mennyi idő van? Hamarosan... Deh, valami van a nyelvvel. Szóval, uh, hamarosan 8 óra lesz. Készülődök már, hogy véget vetek a streamnek, csak még egy pár ragadozót megölök, és itt csatlakozok az itteni táborhoz. <laughs> Ezt is beklippelted? Ásé, <laughs> nice. <gül> De gyertek, snapperök! Á, nem, nem, nem harap, nem harap. Értem? Á, á miért ilyen erősek? Á, inkább miért ilyen kevés a páncélzatom? Amúgy, hogyha okos és ügyes lennék, akkor ezer aranyért kiengedtem volna Gorn-t a kelepcéből, és akkor képzeljétek el, lenne már egy jobb páncélom, mert Gorntól kapunk automatikusan egy jobb páncélt. Na... Miért csak egyszer kritelek fényében, te amúgy? Na, jó, mondjuk legutóbb meg az volt a bajom, hogy egyfolytában mindent is kriteltem. Itt nincsenek még ragadozók? Nem? Eltűntek. Oké, okay, jó. Jézusom, megint valami beragadt. Valami effekt. <gülhogy> Néha valami kibagol. Nem értem, micsoda. Ó, oh, szia jergán, What up? Uh, vele találkoztunk az előbb, amikor ide értünk frissen bánya völgybe. Uh, te kell lesz nekünk, Tengron.

Klasszikus. Tehát van egy udárnevű srác fent a kastélyban, már találkoztunk vele. Tengron azt akarja, hogy neki elvigyük a gyűrűjét. Hogyha visszatér, majd visszaveszi Udártól ezt a gyűrűt, nem fog visszaérni. <laughs> Legalábbis több, mint valószínű. Hey, and tell them, that I'll get it back Ez tipikus Death flag. Ilyet soha ne csinálj ilyen szituációban, hogy valakinek odaadod a mementódat. <laughs> Ez a legrosszabb dolog, amit tehetsz. Új, nagyon beszélni akar velünk. Új, de nagyon. Mennyi idő van? Jó, még, még beszélek a you ezzel from? a fagett bajjal. Baj? No. Then why did you come?

Egyébként olyan negatív reakciót váltunk ki nem amikor azt mondjuk, mondjuk, hogy szoktam hm, mennyit fizetsz akkor, nem szoktam csinálni üzletet. Én nem arany. csinálni Az üzletet. Azt mondja, mit csinálni érted? Ki kell írtanunk a ragadozókat a tábor körül, ennyi. Vagy hogyha nagyon szemfülesek vagyunk, akkor csak a vezető, vezetőjüket öljük meg. De amúgy választhatunk, vagy akár mindkettőt is megölhetjük, és azt is kiválaszthatjuk, hogy melyiket akarjuk jelenteni. Na, tudjuk, hogy rajtunk kívül nincs senki más, aki ezt meg tudná csinálni, szóval, ja, oké. Okay. Hogy van a morája az embereidnek? Na, nagyon rossz! Oké, okay. uh, itt van egy boi, név szerint Bilgot, hey, ő nagyon el akar innen menekülni, és ő tud nekünk adni egy tanácsot, hogy hol van a vezetője a snapperöknek, a ragadozóknak, ezeknek a dinoszerű szörnyeknek. Uh, és hogyha elmondja, hogy hol a vezetőjük, akkor be is spanol. De amíg ő nem mondja meg, hogy hol a vezetője a rag ragadozóknak, addig nincs ilyen mob konkrétan, és az a szöny szükséges ahhoz, hogy meg tudjunk csinálni egy questet Korinizban, a másik mappon. Ja, mindfuck eléggé. Uh, mit tudsz a ragadozókról? You're just curious. I'm going to hunt those snappers. Yeah, ja, in level that some I've watched them. Those are bloodthirsty beasts. Then tell me what you know about them. Yeah, I can help you, but only under one condition. Aha, egy feltétel a segít nekünk. Manage to kill the snappers. Then you have to get me out of here. I can't take. Hát hogy a megöljük a ragadozókat, akkor ki kell innen kísérnünk bilgatot. Jó, oké, hamarosan már vége lesz. Hamarosan már vége lesz. Csak, ja, picit később indultunk. Uh, és akkor mondta, hogy mit kell tudnom, és akkor jó lesz. Ha már egy ideje, már egy ideje figyeli a snapperöket. Valamilyen suttogva beszél. Aha, tehát van egy, ami különbözik a többitől. Ha jó, tehát most már, most már, hogy ez a dialógus meg volt, volt az a szörny. What are you doing Itt mesél, nekünk a haberjáról Olavról, akit ugye megtaláltunk, meg is a hulláját. Belőle falatoztak a farkasok Len hospek alatt. A orkok vezetőjének a a kis szállása alatti barlangban. Jó, és még Jergán megszólít minket, itt ennél a résznél. Hogy. Uh, ha vadászni akarunk you a Diego vezetőjére a snapperöknek, akkor meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan lehet karmokat kiszedni belőlük. Mert a, a vezérnek annak ilyen egyedi karmai vannak. Uh, igen. És hogyha nem tanultuk még meg a karmoknak a kiszedését. Na, akkor nyílik meg az az opció, hogy srác, megtanítom neked, és akkor jó lesz. Na, még felzabálom az életerőmet, aztán legyen itt vége a streamnek. T -t 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 vagyis, hogy hát a gothic streamnek, aki esetleg most először van itt, az nem tudja, hogy mi várja még. <laughs> Milyenkor én az a rész, hogy, hogy elkezdünk pofázni, meg minden, és tök jó lesz. Nya. Max életerő, mindjárt még egy gomba. Tökéletes. azt mondja, ide mentünk egyet, és akkor mára ennyi volt a gotik.